Szevasztok! Rikári vlogban már voltunk itt, de most mutatom nektek a Fény Hop Off buszt. Ott megy. És akkor innen indulunk, ahol legutóbb abba hagytuk. Jönnek itt a metrópótlók, a százek és az egyebek. Ugye itt hagytuk abba legutóbb az 1:1-es méretarányú Lego oroszlánnál. És ma egy körbetekintést fogunk végezni. Mégpedig ugye kértétek a metrót, és kértétek, illetve nem kértétek, de akkor itt a Madács teret már megnéztük, már az Erzsébet téren is kalandoztunk, és most akkor a Deák teret is, a Deák Ferenc teret is meg fogjuk nézni, mégpedig úgy, hogy először a teret, és utána megyünk le a metróba. Ugye ezt az infópontot ezt már múltkor néztük, itt lehet ilyen turista információhoz jutni. És akkor ott arra ugye már a Városházát is néztük, innen a Városháza parkról is volt már szó. Ugye itt ebbe a kis nem tudom milyen utcában lehet bemenni a Városháza felé. A Városház utca felé. Egy kicsit így délután, kicsit így zsúfolt a környék. Úgyhogy nem egy videós barát történet ez, de hát most van idő, most végeztem a munkával, úgyhogy nem tudtam korábban ezt megcsinálni, szerettem volna világosban. Na, és még a beköszönésnél még a pofámat sem mutattam meg. Ugye ott van a szembe, ott forog az óriás kerék, ugye a Budapest szeme. Budapest eye, vagy eye, vagy nem tudom, hogy kell mondani, nem jó az angol kiejtésem sajnos. Egyszer majd felülünk rá, hogyha olyanom lesz, de mostanában nincs olyanom, meg az időm is kevés. Itt az aluljáró, majd ide le fogunk menni, de előbb itt körbe tekintjük a Deák Ferenc teret, ugye rendszerváltás előtt csak annyit, csak simán Deáknak mondtuk, még a metróba is úgy volt kiírva, hogy Deák tér. Most már Deák Ferencnek a nevét 1:1-ben kimondjuk, nem rövidítjük. Útbaigazító táblák, és akkor ez volt itt régen, ez a Ritz-Carlton, nem tudom, a szálloda, vagy nem tudom, mi van benne. Régen ez volt a budapesti rendőrfőkapitányságnak a székháza, ma meg ugye kereskedelmi és egyéb idegenforgalmi funkciója van, és itt pedig balra tőlünk az evangélikus székesegyház, a Deák téri evangélikus templom. Az előbb volt ilyen kis harangjátékszerű, én ezt még nem is hallottam soha, pedig itt járok minden nap, de hát az ember mindig lát és hall újdonságokat. Háttérben a copyrightos utcazene furuján. Tényleg majd egyszer én is furujázok nektek, elvileg tudok furujázni, és van is furujám. Na, úgyhogy itt az evangélikus templom, evangélikus székesegyház, szép klasszicista stílusban. Mellette itt milyen utca ez? Elfelejtettem, a Sütő utcában. Megszűnt a Meki. Már évekkel ezelőtt ott volt a Meki régen. Na, mondjuk én nem járok Mekibe, de úgyhogy nagyon nem hiányzik. Itt pedig a templomhoz kapcsolódó evangélikus múzeum. Miért a metró felé fordul ez a cucc? Ezt a gimbalt, ezt nem olyan könnyű szépen lassan mozgatni, és így önkényesen, ugye most a metró felé fordul, de én ezt szerettem volna mutatni. És akkor van ilyen, szóval az aljában van ilyen, ilyen egyházi könyvesbolt, meg ilyenek. Egyszer még nem is tudom, mit vettem itt, de egyszer vettem itt valamit. Talán karácsonyi ajándékot, nem tudom. Na, és akkor arra pedig már voltunk, ugye arra van a Servita tér, meg közötte van még egy kisebb tér,
de most arra nem megyünk el, mert most ugye a mai témánk a Deák Ferenc tér, és itt fogunk körbe tekinteni. Hát ugye gyors étterem, burgerező, pizzázó, minden van, ami Sam Szájnak ingere. De most ezeket szintén nem látogatjuk meg. Ugye itt van a metrónak a régi lejárója, ugye ami még a kettes kelet-nyugati metróval épült. Ez ugye végig nyitva volt a állomás átépítése alatt is, itt lehetett ugye lemenni. És akkor egy kicsit így a térre bemegyünk, aztán elindulunk a metró felé, hiszen azért írtátok, és gondolom is, hogy a metróra vagytok leginkább kíváncsiak, bár hát ugye már sokan jártatok benne, és a videósok közül is sokan jártak benne, ugye hétfő óta, hétfő délután nyílt meg a történet. Na itt az ex-BRFK oldalán vannak ilyen szobrok, ezt most megnézzük. Még ezt sem fedeztem föl eddig. Nem tudom, hogy mi lenne, ha mondjuk letörölném kicsit a objektívet, mert azt elmulasztottam megtenni. Így, mi? Ez egy kicsit ilyen trash faktor. Egy kis trash faktor ebben a részben kulturális tartalomban. Hát, hogy ezek a szobrok kitábrázolnak és mit, ezt most én így nem tudom megmondani. Majd egyszer a jövőben csinálok egy felkészültebb videót is a térről. Most ez csak hazafelé menet, így útba ejtettem. A háttérben a bazilika is látszik, meg arra az Erzsébet tér. Ott ugye már jártunk videóban. De egyébként meg arra felé szeretnék menni. Hát itt vannak itt ilyen kis kiülők, úgy ki lehet ülni, feelingelni, olvasgatni, ilyesmi. Szemben az Ankerház, ugye régen ilyen biztosítóház volt, és nem is tudom, talán a Hofi lakott benne? A Hofi benne lakott, mert igen, mert emléktábla is van az oldalán, Hofira emlékező emléktábla. Meg a tetején van valami nagy műterem lakás, nem is tudom, valamelyik, de nem emlékszem, hogy ki lakik benne. Egy időben cikkeztek róla. Ott ugye az áj, a szem, és itt pedig egy szobor, amit megint nem tudjuk, hogy mit ábrázol, meg kit. Onnan ilyen emberfigurának tűnt, de innen egy kicsit ilyen non-figuratív, meg ez, és nincs jól kivilágítva, úgyhogy itt a háttérfények eléggé bezavarják, hogy ezt jobban meg tudjuk nézni. Igen, innen emberfigurának látszik. Talán így a templommal a háttérben így a kontúrok jobban kiadódnak. Nézzük meg innen. És hát az lent van egy tábla, de azt most nem tudjuk elolvasni, mert sötét van, én a vaksi szemeimmel ezt most nem tudom megtenni. Innen indul valahonnan a 216-os meg a 16-os busz a várba, és meg ma a troli is járt a várban. Kértem, hogy szóljanak, hogyha megy a troli a várba, de nem szóltak, úgyhogy nem tudtam nektek levideózni. Itt nem működik a lámpa. Megpróbálunk itt átmenni, anélkül, hogy elütne az autó. És akkor itt a volt Volánbusz pályaudvar. Ugye most ilyen szórakozó helyek vannak benne, de ez már nem a Deák tér, tehát oda most nem megyünk, hanem megkeressük a metróba levezető felvonót, liftet. Úgy látom, hogy ez jó messze van. Ugye itt lett volna, múltkor beszélgettünk a Nemzeti Színházról, jaj, elüt a nyuszi motorral a kisgyerek, figyelni kell. Na, szóval múltkor beszélgettünk a Nemzeti Színházról, ugye itt lett volna a nemzeti gödör, itt a gödör az itt lett, és most már ugye, amit akváriumnak neveznek, most éppen zárva van, semmilyen rendezvény nincs,
és úgy látszik fogyasztani sem lehet. És valahol itt, hát gyakorlatilag ott megy megint a fénybusz, a fényhopov, csak kitakarják a metrópótlók, itt állnak sorba, ide nézzetek mennyi metrópótló jön. Hát ugye sajnos én nem tudok metróval menni, mert hiába jár idáig a metró, csak a másik irányból, nem arról, amerre én megyek. Úgyhogy ezekkel fogok majd hazamenni, két metrópótló, egy 9-es és még egy metrópótló. Hát van itt egy kis buszcsorda, mi pedig a lefelé tartó lifttel lemegyünk a metróba, és majd a másik oldalon jövünk föl, mert most nem utazunk metróval, mert nem szeretnék Kőbánya Kispestre menni. Az valahogy nagyon nem esik útba, ami pont az ellenkező irány. Na és akkor a másik oldalon fogunk kijönni, tehát egy ilyen kör. Hát ha ez nem is körbe tekintő ez a videó, mert ugye elég szépen körbe jártunk itt, és nem is csak a Deák téren, de inkább ilyen körbejárós videó. Hát azért a körbetekintő lejátszási listába azért beletesszük. Itt ilyen üvegházat építettek a liftnek, és akkor itt valahogy úgy kéne, hát most akkor majd a következővel megyünk, mert úgy kéne megcsinálni, hogy hát ne vegyem fel a többi embert, akivel utazom. Úgyhogy most felvesszük, ahogy lemegy a lift. Így, néha peron felé. És ugye ez már itt a Andrássy Bajcsi sarkán van, ez a liftes kijárat. Hát ez mondjuk annyiba jó, hogy ugye a metróból itt az ilyen 105-ösre, meg ilyenekre így akkor át lehet szállni. És akkor most nem fogunk üres liftet kifogni, az lehet, hogy fölfelé lehetett volna, amikor elmegy mind a két irányból a metró. De most majd úgy fogjuk csinálni, hogy majd megfordulunk, majd a többi utas ne vegyük föl. Egy kicsit lassú ez a történet. Mínusz második szinten van a kabin. Addig fordulunk egyet, amíg ez elindul visszafelé. Még egyszer megnézzük a szemet, az ájt, a körbetekintő kereket, és akkor most így behátrálunk a liftbe, és lemegyünk a metróba. Hát egy kicsit gondolkodik, amióta elektronika van, nem jelfogók, azóta minden ilyen cucc lassabb. És akkor úgy kell menni, sajnos, hát ezt majd ezen kívül, majd csúcsidőn kívül fölvesszük ezt egyszer, hogyha ilyen dolgunk lesz, és akkor itt ezen a kis fehér folyosón tudunk menni, ugye a metróállomás felé. De mindenki megcsinálta ezt, most tényleg csak egy ilyen kis körbetekintést csinálok, hogy körbe megyünk. Itt különböző színek dominálnak, és ugye ez a kis folyosó, ami ugye újonnan lett építve, ez fehér lett. Hát egyébként így nem tudom, hogy a videó hogy adja át, élőben nem olyan bántóan fehér az állomás. A más videósoknál, amit láttam, ott olyan bántóan fehér volt, de így, meg, így viszont élőben nagyon kellemes, világos színhatást, fényhatást ad. Még a reklám plakátok még nincsenek felragasztva ezekre a play táblákra. És ez a türkiz ilyen, ez a türkiz lemez, ez a lyukacsos lemez van ugye a metró mögött. Éppen beérkezik a szerelvény, mindjárt kiszállnak az utasok. És majd mi azt fogjuk csinálni, hogy amikor majd elmegy a tömeg, akkor a másik oldalon kijövünk. Mert most épp jön a tömeg,
Deák Ferenc tér végállomás. Ezt akkor megpróbáljuk a... A Gönczárpád város központ felé az elváros pótlóbusz. A végállomás, és ugye a pótlóbusz, hát olyan rég volt, amit lent, hogy így rácsodálkoztam, hogy végállomás, de hát pedig hát tudjuk, hogy végállomás. Még egy jó két hónapig. Na és akkor itt a... Itt a... Tulajdonképpen ezt a csempe mozaikot, amit egy azt hiszem portugál művész készített a magyar főváros számára ide a metróba. Ezt szerencsére visszahelyezték. Hát így az állomás kiírásról az a retro, emlékeztek, ilyen kék alapon fehér pöttyök voltak. Az a retro tábla eltűnt, és itt pedig a már megszokott formájú és anyag használatú padok találhatók. És akkor nézzünk le. Jaj, a másik metró felé is át lehetne nézni. Na mindegy, átnézünk, és akkor a másik kijáraton fölmegyünk, és akkor sajnos nem fogunk metrózni, hanem a busszal kell mennünk. Pedig nagyon jó volt bejárni, amikor még járt a metró, de hát én már nem fogok metróval járni, mert mire elindul ez a szakasz, addigra már máshol fogok lakni. Közben ilyen utastájékoztató felirat is volt, és akkor ezt a másik alagutat, amit hát más videósok, meg az újságírók ilyen csúszdaparknak mondták. Hát tényleg egy picit hasonlít rá, mintha egy csúszdaparkban lennénk, de amúgy annyira nem vészes, szerintem kifejezetten jól néz ki. Itt tudunk a másik metróba átmenni. Hát most nem fogunk végig menni, csak ide a folyosó végéig egy kicsit, hogy nézzük meg, hogy történt ez az átépítés. Ugye itt szűkebb tér volt, és egyenes falak voltak. Közben itt valamilyen üzemi bejárat, üzemi terület. És itt van az atomajtó, ugye. Ezeket az ajtókat kinyitják, meg azokat a dekliket fölszedik. És akkor itt teljesen gondolom, hogy az atomajtó van itt. De néztek, én nem tudok. Belestünk az üzemi területre is. Én nem tudok, mert a nyakam az nem nyúlik annyira. Ellenben a gimbal az igen. Itt vannak ezek a mindenféle szerkezetek. Az nem tudom, hogy itt a borítás miért nem került föl rá. De legalább érdekes, hogy meg tudjuk itt nézni, itt a gépészetet. Így, és akkor megpróbálunk még egyszer belesni. Valamiért ez a burkolat, ez nincs rajta. Hát gondolom, hogy itt is lenne burkolat. Nem hiszem, hogy ez gyárilag így volt tervezve. De hát nem sok minden látszik itt. Na mindegy. Ti talán többet láttatok, mint én. Rövid a nyele a gimbalnak, úgyhogy nem lehet teljes mértékben megnézni. Ugye itt van az átjárónak a régi vége, hát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor így nézett ki eredetileg az egész. Hát most a másik metróba nem megyünk le, mert igazából az számunkra nem érdekes, abban nincs semmilyen újdonság. Úgyhogy visszamegyünk, visszacsúszdázunk a vízszintes csúszdán, ha már ezt így elnevezték ilyen csúszda alagútnak, itt az akvaparkon, mondjuk elég szép lenne, hogyha folyna benne a víz. Azt hiszem a kettes metró építésénél annó volt egyszer egy vízbetörés, de ha jól emlékszem, akkor ugye az építők megúszták, nem sérült meg benne senki. De úgy egy kicsit megakasztotta annak idején, ez még nem is tudom, valamikor az 50-es vagy a 60-as években kicsit megakasztotta az építkezést. Na és akkor
itt oda-vissza megjártuk ezt a vízszintes csúszdát, közben itt, és akkor visszafelé fölmegyünk, és a rendes kijáraton fogunk kimenni. Felmozgó lépcsőzünk, ebben sincs semmi érdekes. Régen azt hiszem ilyen piros mozgó lépcsők voltak itt, ugye? Bár nem tudom, hogy felszállhatok-e a mozgó lépcsőre, mert múltkor a live-ban a mozgó lépcsős vizsga tesztet elbuktam, amit ugye próbából megcsináltunk. És akkor itt a másik oldalon pedig a régi kijáraton föl vagyunk itt. Ide nem építettek ilyen? Ja, nem építettek ferde liftet, mert van rendes lift, egyenes lift. Jól van. Úgyhogy itt akkor a szélső mozgó lépcsőn fogunk felközlekedni. Ezt tudtátok, hogy a mozgó lépcsőnek is van menetrendje? Elő vannak írva az üzemidők, hogy mikor, melyik irányba, hány lépcsőnek kell menni, meg melyiknek. Hát ez is a csúszdapark feeling, csak ugye a forma nem olyan, tehát ugye szögletesebb a forma. Tulajdonképpen ez hasonlóan nézett ki az átépítés előtt is. Talán nem volt ennyire élénk ez a kék szín, de én nekem megmondom őszintén, hogy tetszenek ezek az élénk színek, világosabb, meg kellemesebb. De hát nem leszek itt törzsutas, hiába van itt a munkahely, mert sajnos továbbra is a metrópótlónak maradok a törzsutasa, utána pedig a 72-es trolinak leszek majd. No, és akkor itt ezt nagyon dicsérték, innen félreállunk, nagyon dicsérték ezeket a szögletes lámpákat. Egyébként tényleg jó pofa a tér, ami itt kialakításra került. Kicsit barna színek is megjelennek, lent is egyébként az állomásnak némelyik oldalfala barna volt. Ezt én a videókból láttam, most nem mentünk el végig. Akkor ezeket a szögletes lámpákat, ezeket jó fényt adnak, ezeket nagyon dicsérik, ez mindenkinek nagyon tetszett. Egyébként az az igazság, hogy nekem is tetszik. És akkor itt a jó zsúfolt átjárónál csak elnézünk, de hát ezt 100 milliószor láttuk már. Ugye itt mennénk a Kisföld alattihoz, ez sem újdonság, ez az átjáró, és a 2-es metróhoz a lejárat, ugye ott annál a kijáratháznál, amit fönn a Deák téren néztünk, ugye az itt jön le, de hát ezt most tudjátok mit? Menjünk be oda is, egyszer élünk. Menjünk be ide is, mert ez jó pofa, itt van egy ilyen kis csarnok itt lent, egy ilyen kör alakú csarnok. Itt könnyes és kürtös kalácsos található. Itt ugye teli van reklámokkal, és akkor itt ez a tulajdonképpen egy ilyen fogadócsarnok, ez még a 2-es metró építésével készült, de ez is egyébként ilyen jó kis retro történet, ott fönt az talán a napot szimbolizálja, az a kerek alkalmatosság a tetőn, és itt ugye az annó befutcsolt rigó rendszer, hogy emberi erővel ellenőrzik a jegyeket, már amikor miért nem? Emberi erővel készül a jegy, történik a jegyellenőrzés, már amikor történik. Azt mondta néni, hogy nem lehet felvételt készíteni, hát szerintem meg lehet. Na. Úgyhogy 120-an csináltak már felvételt, az az egyik, a másik az az, hogy tudnék róla, hogyha tilos lenne. A nem üzemi terület. Úgyhogy a néni az okoskodott egy kicsit. Na és akkor itt pedig ugyanaz a szisztéma, itt ilyen egyszerű fal van, és sárga, mint a Pöttyös utca. Nem is tudom, hogy eredetileg milyen színű volt. Erre sem emlékszem már, mert ugye rég jártunk itt. És akkor itt kihaladunk a területről,
és ugye balra található a ügyfélközpont, és onnan nyílik egyébként a föld alatti vasúti múzeum, amit majd egyszer megnézek, mert körülbelül a 80-as években láttam utoljára, de hát az most már ilyenkor nincs nyitva. Ott van, hogy múzeum, látjátok, közlekedési múzeumnak a fiók intézménye, és ugye ott van a BKK ügyfélközpont is, itt meg a kis kínai volt, mindenféle jót lehet kapni. Hát jó rég voltam ebben az aluljáróban, ugye a felszínt használom. Amióta nincs a nyugati felé metró. És akkor itt most már fölmegyünk, és le is fogom zárni. Le is fogom zárni a történetet. Itt fölmegyünk ezen a kis lépcsőn, és keresünk egy nem túl kitömött metrópótló buszt. Lehetőleg megvárunk egy olyan buszt, amit nem tömnek ki annyira, amikor éppen nem jön be a metró, mert ugye amikor a metróból fölözönlik a tömeg, akkor olyankor kitömik a buszt. Ezt a gimbalt meg soha nem sikerül szépen kisúlyozni. Tudjátok mit? A metrópótló busz az nem olyan érdekes, azt láttuk is a videóban. Itt a Anker közben fogok elköszönni. Nézzétek meg, ugye itt az a híres neves Ankerház, és ez a ilyen íves utca, ez az Anker köz, ez vezet be a Király utca felé, meg a Melóhely felé is, és akkor itt van a Hofinak az emléktáblája, ugye ha jól tudom, akkor ebben a házban élt Hofi, Kőbánya díszpolgára, Kossuth és kétszeres Jászai díjas. Na, Teréz város önkormányzata állította magát az emléktáblát, és igen, azt írja, hogy ebben a házban élt Hofi. Úgyhogy jól emlékeztem erre a történetre. Ha nem kiabálnának annyira, akkor el tudnék köszönni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a ilyen körbe járós, körbetekintős videót megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, ígérem, hogy lesznek agyfasz videók is, mert azt szeretitek a legjobban. Sziasztok! Csüssz!